Visszatérő vendég nálunk a 2007-től működő Hiperaktív Sportegyesület, a Gyermekház Általános Iskolából. A társulat sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik, például vívóedzésekkel, sportrendezvényekkel. Ezúttal vegyes volt a kínálat, mese délután tartottak, testmozgással, művészet és sport egybekötve, és most tesi tanáruk pedig a volt válogatott öttusázó Simóka Nóra, aki itt van velünk, és eljött egyik tanítványa, Gólián Ilona. Ilus is, sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezdjük ott, Nóra, hogy itt most akkor művészet találkozott sporttal? Nagy az átfedés? Igen, sok átfedés volt a gyerekek között. Most ez volt az első ilyen délután, amikor az iskolának mind a két terápiás irányzatát egyben ünnepeltük, tehát egyben volt Mikulás, karácsony, művészet, sport, minden együtt volt, és igen, nagyon-nagyon sok olyan volt, amikor én nekem a Mikulásnak kellett leadnom a listát, hogy ki mindenki kapjon ilyen mesekönyvet, akkor nagyon sok helyen el kellett döntenem, hogy a vívókhoz, vagy a zenészekhez sorolom, és aztán volt olyan is, mert a vívás után volt a kis műsor az együttestől, a Kezek csapatától, hogy teljes vívó menetfelszerelésbe ült a billentyű mögött az Acsai Gergő, és úgy játszott, úgyhogy jó látom. Írta meg a dobok mögött, igaz? Nem. Dobolni tanul. Most dobolni nem játszott ezen a koncerten. Uh-huh. Na és azt nézzük, hogy te a suliba hogy állsz a sporttal? Hát én szerintem jól állok, most tanulok. Edzéseket nem szoktam kihagyni, mert szeretem a sportot, szóval így nekem tetszik. Uh-huh, tehát kedveled is az edzéseket. Igen. Uh-huh. De mi az, ami miatt igazán jó az edzésre járni? Hát... nem tudom. Igazából én azért járok, mert szeretem a vívást, és így, hogy... hogy mondjam... Az egy van a sok-sok jó verseny. Uh-huh. Meg verseny, ja, sorszerű is. Uh-huh. Verseny. Tehát versenyezni is szeretsz. Igen, uh-huh. Oda is szoktam menni. Hát ez a vívásoktatás is az, hogy a gyerekeket ezzel nagyon jól lehet nevelni és fejleszteni. Ez ugye már régóta a programotok része. Milyen előrelépések vannak? A kis egyesületetek mennyit fejlődött az elmúlt egy évben? Tavaly éppen fogadjörökbe egy vívót akciótok volt. Igen, azzal jártunk itt, és Ilu nagyon jól mondja, hogy most is tulajdonképpen. Hát odáig eljutottunk, én borzasztó büszke voltam erre a mostani mese délutára is. Egyébként, mert a legutóbbi örökbefogadó napon, ugye Ilujék szerepeltek, mint örökbefogadottak, és akkor jöttek hozzánk a mindenféle vívó, a Nagy Téme, a Imre Géza és a többi hatalmas események voltak, és az a generáció felnőtt, ugye azoknak az örökbefogadó napoknak köszönhetően van felszerelésük, el tudunk járni velük versenyezni, Ilu pont az, aki azóta, tehát hogy rendszeresen, amióta megvan a felszerelés, már abban az évben először volt az országos bajnokságon, és azóta alig volt olimpici, amit kihagyott, és most ez a délután arról abban volt különleges, hogy az Ilujék generációja segített az újaknak, tehát a régi örökbefogadó adottakból lett most az örökbefogadó, és ők költöztettek be először alsóbb tagozatos gyerekeket a Pásztra, meg először megmutatták, hogy kell, hogy szóljon. Hú, Ilu, ez már nagy felelősség. Hát... lassan edző leszel. Lassan. Néha azért átveszi az irányítást. Amikor tavaly voltál, akkor azt mondom, hogy 30-31 gyerek vívott nálatok. Igen, összesen talán még több is. Sajnos ez a létszám azóta csappant, uh-huh, egy keveset, mert megint megszűnt azóta az épületünk, ahol ti is jártatok, meg ahonnan a videót is lehetett látni, ahol az események voltak. Azóta az az épület megszűnt, most összevonás alatt vagyunk az Árpád úton, ugyanúgy a gyermekháziskola részeként, illetőleg a Cázár András utcában, ahonnan meg ugye a gyerek, a vívósok másik fele tevődik, ott meg továbbra sincsen termünk, úgyhogy továbbra is a két iskola együtt szokott találkozni a Honvéd vívó termében, ahova minket befogadtak, nagyon kedves. Itt a közelben. Igen. Nóra, akkor felszerelésetek már van. Még nem ártana. Ez sosem árt. És leginkább akkor valami kis
hely vagy bázis kellene? Így van. Teremre volna abszolút szükségünk. Több felé próbálkozunk, most már ez a negyedik év, amit terem nélkül kezdünk, ez most már nagyon hosszú. Mindig megoldjuk, meg ügyesen, meg kitaláljuk, meg hát ugye a gyerekek szeretetének köszönhetően ez a dolog nem is került túl sok energiába, csak hogy azt látjuk, hogy teljesen készen áll egy olyan programunk, ami annyira messze tudna nyúlni, és nagyon sok fejlődést rejtene magában, viszont egy állandó hely nélkül, biztonság, meg folyamatosság nélkül ezt egyelőre nem tudjuk megtenni, de azon vagyunk, hogy egy ilyet szerezzünk, és akkor az Illuék nem csak kedden délutánonként, meg nem csak a hóban, fagyban, hatalmas zsákokkal a villamoson cipekedve tudnánk elmenni valahova vívni, hanem mindig lenne egy bázis. Egy most azt tudjuk, hogy egy NB1-es vagy NB2-es futballcsapat stadionjának a felújítása, az 4-500 millió forint. Nézzük, hogy ennek a programnak, hogy messze tudjatok nyúlni, ez körülbelül milyen költségei volnának? Na hát köszönöm, gyönyörű kérdés. Milyen költségei volnának? Ugye annak idején onnan indultunk, hogy körülbelül 60 ezer forint egy felszerelés. Az, hogy egy termet béreljünk, hogy egy vívóteremnek különleges adottságai kell, hogy legyenek, mert 14 méter hosszú egy pást. A bérlés több 100 ezer forint, a havi rezsi több 100 ezer forint, ami miatt nekünk ez egy... tehát bevállalható dolog lenne, hogy mi egy termet béreljünk, egy terembe elkezdjünk foglalatoskodni, amit már mondtam, hogy rengeteg egyéb ötlet vár készen, amivel ezt a termet mi fel tudnánk egy kicsit pesdíteni, meg tudnánk tölteni élettel, sportrendezvényekkel, ugye most már a művészet is kezd becsatlakozni, még azért kezdő szinten, de azért most már kezd az Egyesület életében. Úgyhogy hát néhány millió forintról beszélünk, igaz? Igen, néhány millió forint kezdésnek, és hát ugye mondjuk egy évnyi, fél évnyi idő kéne nekünk arra, hogy ezt önállóan fenn is tudjuk tartani. Uh-huh. Illu, mikor van legközelebb vívóedzés? Kedden. Kedden nekem. Lesz? Ott igen. Leszel? Igen. És mikor van legközelebb verseny? Hát, azt mondjuk csak februárban igazából. Most volt nem régen, őző héten igen. Jöttünk haza. Mennyit versenyeztek egyébként? Hát, ez ugye jó kérdés, sosem eleget, és mindig sokat, anyagilag sokat, szülőknek az áldozat az sok, a versenyből pedig sosem lehet elég, pláne az Illuék féle társaságnak abszolút minden egyes ilyen stressz helyzet nagyon jó hatásra. Na igen, erre vagyok kíváncsi, hogy például a stressz helyzetek kezelésére? Olyannyira, hogy ez, amikor mi elkezdtük ezt, amikor meglettek a felszerelések, és el tudtunk kezdeni járni versenyre, akkor ezt meg is tettük, elvonultunk oda 18-20-an, a versenynek jó volt, az egyesületnek jó volt, de nem minden egyes gyereknek jó azért. Tehát mondjuk egy nagyon intenzív, magatartászavaros fiúnak az, hogy egész nap szabályok között van, egész nap ugye gyógyszerrel kell ott neki elboldogulnia, azért az nagyon sok tud lenni. De most már az, hogy ez az egy évvel, tehát igaziból ebbe is beleszoktak, ezzel sincsen most semmi. Most Nóra, álmodjunk nagyot, hogyha ez a program kiteljesedne, egyszer, ha még ló is lenne. Halló, öttusába lehet. Ugye? Hát mikor lesz hiperaktív sportos öttus a szakosztály? Nagyon, akkor kitalálod a gondolatainkat, mert hogy öttus a szakosztály létezik 3 éve, és most már ráadásul egy olyan hatalmas dologba is belefogtunk a Kálai Ákos szintén a Honvéd segítségével, hogy a hiperese öttus a szakosztálya, ugye mi az SNI-s kategóriába tartozunk, sajátos nevelési igényűek, kicsit mostó a gyerek, mert sem nem épek, sem nem a fogyatékkal élők közé, tehát hogy a kettő közötti állapot, és az öttusában mindenféle, mondom, a Kálai Ákos kezdeményezésére, segítségével, most valószínűleg ez megvalósulni látszik, hogy a mi gyerekeink egy külön kategóriába tudjanak versenyezni. Onnan hatalmas támogatásokat kapunk az öttusától, tehát egyrészt a fejlesztésre, arra, hogy egyáltalán beinduljon nekünk ez a dolog, abban nagyon nagy lehetőségeink vannak, úgyhogy köszönöm a kérdést. No, fontos. Hát én meg köszönöm, hogy itt voltatok, és boldog ünnepet nektek, és aztán meg jó versenyzést majd az edzések mellett. Meg jó sulit. Nagyon szépen köszönjük. Hajrá, köszönöm szépen.